Cukik volt a sportkastélya sportszerelmeseivel a kerületi sportág választón. Az ízelítőt negyedik alkalommal rendezték meg, és újra hatalmas sikert aratott. Annak ellenére, hogy ilyen idő van kint, ennyi ember eljött, és ugye két nap alatt szerveztük át a Bókai kertből ezt a rendezvényt, és én nagyon örülök, és meg is köszöntem az embereknek, hogy együttműködnek velünk, és gyorsan reagáltak erre a váratlan helyzetre. Nagyon örülök neki, hogy idén is immáron negyedik alkalommal nagyon sokan jönnek, és nagyon sokan érdeklődnek a sportág választónk iránt. Ez azt mutatja, hogy továbbra is csinálnunk kell, és minden évben meg kell szerveznünk, mert minden évben van aktualitása, minden évben vannak olyan kisgyerekek, akik most kezdenek sportolni. És nekünk az a feladatunk önkormányzatként, hogy teremtsük meg a lehetőséget a választásra, hogy ebből a sok-sok szép sportágból, amit a kerületben itt lehet űzni, ki tudják választani, hogy számukra mi a kedvező. Ezért vagyunk itt, és úgy érzem, hogy a visszajelzések azok pozitívak. A szervezők kénytelenek voltak az esős idő miatt a Bókai kertből a sportkastélyba költöztetni a rendezvényt, izgalomra azonban nem volt okuk, sokan látogattak ki a Pest-Szent Imrei helyszíre is. Láthatóan nem ide tartozol, mégis kipróbálod ezt a sportot, hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik mondjuk, én mondjuk 11 éve táncolok, és nekem a karate az teljesen más. Mi fogott meg most? Hát maga, hogy önvédelem, ugye, és mondjuk akármikor megyünk az utcán, bármikor kellhet. Meg maga, szóval itt az egész társaság nekem nagyon-nagyon tetszik. Az, hogy ilyen sportot most megnéztél, ez ennek a rendezvénynek tudható be, vagy egyébként is érdeklődnél? Rendezvény. Csak úgy hülyeségből gondoltam, kipróbálom, de most már nagyon-nagyon tetszik. A látogatók szinte minden sportfajtával megismerkedhettek. A sportág a kavalkádja várta a gyerekeket. Ha ABC sorrendben haladunk, az aerobik nyitja a sort és a vívás zárja, közöttük pedig a lista természetesen most a teljesség igénye nélkül hangzik el. Volt kerékpár, kézilabda, korfbal, rekreációs sportok, öttusa, ritmikus gimnasztika, röplabda, sí, szinkronúszás, táncsport, tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, úszás, vízilabda, vívás, lábtenisz és persze számos küzdősport is bemutatkozott. Az érdeklődők mindenbe belekóstolhattak. A nap sztár vendégei a Sorbert Norbert, Rubi Léka házas pár volt, akik szerint egy szombatot nem is lehet jobban eltölteni, mint sportolással. Nagyon fontos, hogy a lakosságot a sport, az egészség, a rendszeres mozgás irányába tereljék. Nagyon jó, hogy a kerületnek, a polgármesternek ez ennyire fontos, és kicsit szomorú, hogy az idő ilyen kegyetlen volt, és át kellett költözni, ugye, de sokan nem értesültek róla, de így is nagyon szép számmal vannak, és azt gondolom, hogy sokkal fontosabb hétvégi elfoglaltság, mint mondjuk tévét nézni, és enni a nokedlit. Azt tapasztalom az országot járva, hogy nagyon-nagyon szeretik a szabadtéri sportokat, legyen ez futás, bicikli, esetleg túrázás, görkorcsolya, és hát látom azt, hogy rengeteg szülő elkísérte a gyerekeket. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos eleme a tudatos életvitelnek, hogy mutassunk példát mi magunk, szülők a gyerekeknek. Nagyon nehéz úgy egy gyerek életébe bevinni a sportot, hogyha a szülő nem sportol. A gyerek általában követi az édesanyját, az édesapját, és sokan elkövetik azt a hibát, hogy szülőként nem sportolnak, viszont elvárásokat támasztanak a gyerek felé, de hát itt rengeteg olyan édesanyja, édesapa van, akik látom, hogy aktívan sportolnak, és természetesen így a gyerek is sportol.